Ezt a témát folytatjuk a stúdióban Hegyi Péterrel, a Szegély Tudós Akadémia Program igazgatójával és Kovács Dénes Szentgyörgyi Diákkal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez volt a kilencedik ilyen rendezvény, most már van összesújtási alap. Mikor elégedett a szervező egy ilyen alkalommal? Azt lehet mondani, hogy sose. Tehát mindig van mit javítani, mindig lehet tökéletesíteni. Azt tudom mondani, hogy ha a programnak a dinamikáját nézem, akkor elképesztő mértékben fejlődik a program, és ennek minden része fejlődik. Úgy gondolom, hogy a gimnazisták egyre jobban érdeklődnek a program iránt. Most már közel 500-an voltak itt ezen a programon, még amikor elkezdtük a programot, 50-100 körül volt a létszám. Elterjedt, hogy jó. Valószínűleg igen, hiszen, hiszen már ők nagyon sok esetben ők keresték meg a tanárokat, hogy hallották, hogy ez milyen jó rendezvény. A középiskolás tanárok is egyre lelkesebbek, és egyre többen kapcsolódnak be a programba. Most már ha a középiskolák számát nézem Magyarországon több mint száz középiskola, csatlakozott be a programhoz, és a mentorok, junior mentorok, illetve már a programba fölvett diákoknak a lelkesedése is szembetűnő, és hát azt lehet mondani, hogy amennyiben egy ilyen programon egy nobel kutatónak is az a véleménye, hogy, hogy jól haladnak előre a dolgok, akkor valószínűleg az útvonal jó. Természetesen soha nem szabad megelégedni, soha nem szabad úgy érezni, hogy eljutottunk oda, hogy már nem tudunk javulni. Nagyon sok olyan pontot sikerült, hál' Istennek megint azonosítani, amin, hogy ha csiszolunk és javítunk, akkor ez a program sokkal jobb tud lenni. És mikor elégedettek a résztvevők? Hát, igyekszünk mindig azok lenni, de én azt gondolom, hogy összességében nagyon jó program. Találkoztak a középiskolásokkal is? Önünk is? Ö, igen, igen. Megesett a találkozás ezen a rendezvényen is, és hát nagyon sok energia volt, ahogy fiatal találkoztunk, és ebből tudunk mi is energiát meríteni. Igen, hát a energia az van, de éppen arról szól, a Tudományos Akadémia, hogy ezt jó irányba tereljük, illetve hogy mondjuk ezek az energiák majd valaha itthon hasznosuljanak. Hát valószínűleg eh, azt lehet mondani, hogy hogy, hogy, hogy ez az egyik legfontosabb pontja a programnak ma. Azt lehet mondani, hogy a legjobb középiskolás diákjainkat elmennek külföldre, és már kint kezdik el az egyetemi képzést. Ez óriási veszteséget jelent, hiszen akik gimnazistaként kerülnek, vagy érettség után külföldre, zömmel kint települnek le, kint ismerkednek meg akár egy másik nemzetiségű párjukkal, és ott alakítanak családot. Utána már nekik a visszatérésük majdnem hogy szinte lehetetlen. Ha valaki folyamatosan itthon van, és itthon tudunk neki megfelelő képzést biztosítani, és már amikor kialakult a család, akkor akkor megy ki tapasztalatokat szerezni, a ezen fiatalok, beleértve egyébként rengeteg mentort magamat is, többségében visszatérnek Magyarországra, amennyiben a megfelelő lehetőségek megvannak. Tehát nekünk a legfontosabb dolog ebben a programban, hogy a, ezeknek a fiataloknak, a legtehetségesebb fiataloknak olyan alternatívát nyújtsunk a külföldi vezető egyetemek, mint Cambridge, Oxford vagy harvard szemben, hogy igenis döntés helyzetbe hozni, hogy melyik programot Válasza, és hogyha ezeknek a fiataloknak egy részét, ha legalábbis egy részét itthon tudjuk tartani, akkor nagyon komoly jövője lehet a magyar tudományosságnak. Dénes, miért megy el egy fiatal külföldre? Mi a legnagyobb vonzerő, és, és, mikor fog visszajönni? Hát azt tudom erre mondani, hogy a legtöbb eset azt mondja, hogy sosem. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Mindenki a magas fizetés az egyébként, és a korszerű berendezések esetleg. Mi hol tartunk ebben a folyamatban, mert ez, a, ez, ez egy hosszabb program, ez a Szegedi Tudós Akadémia. Igen, ez 2012-ben indult el a gondolat ennek a Szegedi Tudós Akadémiának, amikor kilenc Nobel-díjas kutató járt Szegeden, és ők akkor találkoztak először a középiskolás diákokkal, és rögtön az első alkalommal lehetett látni a, a találkozásnak mind a két oldalról a rendkívül pozitív hozamát. Hmm. És akkor gondoltuk azt, hogy ne csak ünnepnapokon találkozzanak a diákok ilyen színvonalú kutatókkal vagy kutatással, hanem ez miért ne lehetne a mindennapok része nálunk. Éppen ezért kidolgoztunk egy 20 éves programot, ami lépésről lépésre, időről időre fejlődik, és 20 év alatt el tud odáig jutni, hogy tulajdonképpen a nagy nemzetközi egyetemekkel teljesen versenyképes rendszer tudunk kialakítani most. Ugye a negyedik, ötödik év Környékén vagyunk. Ha azt mondanám, hogy tervszerűen haladunk, akkor, 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 akkor az a valóságnak megfelelő. Körülbelül mostanra tűztük ki a célnak, hogy abban az esetben, hogyha ez a program megkapja a megfelelő anyagi támogatást, akkor tudunk tovább haladni. Itt azért azt meg kell említeni, hogy nagyon hosszú bőjt időszak után, négy évig szinte csak egyetemi és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont saját forrásaiból, szinte úgy kellett minden egyes konferenciát nagyon nehezen megszervezni. Most négy év kőkemény munkája után 2015. decemberébe döntött úgy Magyarország kormánya, hogy kiemelten támogatja ezt a programot. Tehát bebizonyítottuk azt, hogy ez a program életképes, és most, hogy megkaptuk a támogatást, én úgy tudom, hogy, hogy, hogy mindenféle, aki ebbe benne volt, elképesztően elégedett lett, tehát óriási mértékben mm. tudott a sebességen nőni a program. Dénes, mi a vonzó ebbe a programba, miért csatlakozott hozzá? Hát én azt gondolom, hogy itt olyan fiatalokkal találkozhatok, akik szeretik maguk előtt vágni a bozótost, és ez a program megmutatja, hogy merre kell vágni azt a bizonyos bozótot, és ö, mindenképpen megkönnyíti a helyzetet. Nagyon jó emberektől tudunk tanulni. Mm. Sok mindenre fel tud készíteni ez a program, én azt gondolom. Az, hogy valaki Nobel-díjas, az egy ilyen védjegy. És aki mondjuk a tudományhoz nem sokat ért, azért azt, azt nagyjából tudja, hogy mi az, hogy Nobel-díj, ez mekkora vonz erő. Hát ugye, ha az ember elkezd futni, akkor nem tudja megkérdezni az első nap Huszeinból, hogy hogyan kell futni. És itt pedig lehetőség van rá. <laughs> ez jó. Na most volt ugye 9 Nobel-díjas volt itt, és közülük választották ki Bert és őt, őt, hívták meg ugye ilyen tudományos vezetőnek. Mennyire, hát ezt, ezt nem lehet így megkérdezni, hogy mennyire vált be, tehát hogy, hogy végül is mennyire vált be. Szerintem nagyon jó a kérdés, bennünk is bizonytalanság volt. Ugye amikor elkezdtük ezt a programot létrehozni, természetesen a fiataloknak kellenek ikonok. Hasonlóan, mint a sportban, egy olimpiai bajnoki cím, vagy akár a futásban, ugye a Jusszén Ugye ezek olyan személyek, akikre, akikre a fiatalok fölnéznek. És hogyha találkoznak velük, és tőlük hallanak valamit, az másként értékelik, mint esetleg, ha ugyanazt a dolgot hallják olyan emberektől, akik nem értékel a sikert. Szerintem valaki, mindenki úgy van vele, hogyha olyan ember mond valamit, aki a legmagasabb eredményt érte, az valószínűleg érdemes lehet követni. Ha ketten mondják ugyanazt, az nem ugyanaz, mondta Platon. Az, így van, ez teljesen így van. Na most ugye ebben az esetben, amikor megkerestük Bert szakmat, egyrészt ő már akkor már kétszer volt itt Szegeden, és látszott, hogy érdekli ez a dolog, és ő egyébként benne volt nagyon sok nemzetközi ehhez hasonló, de nem teljesen ilyen utánpótlás nevelési programba, és ezért esetre a választás, hogy, hogy kérdezzük meg, hogy esetleg elvállalná-e, és, és, hát ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, mert ugye azzal kezdte, amikor um, 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 kint voltam nálam mindenbe, hogy ő most már 70 év fölött nem vállal semmit, de azért töltsünk el két napot, és beszéljük át a programot, és önmagában a program nyerte meg az ő tetszését arra vonatkozóan, hogy rengeteg programba lett retész, de olyat, ami összekösse a gimnáziumokat, az egyetem, posztgraduális, tehát egy hidat képezzen a 16 éves és 36 éves kor között, ilyennel nem találkozott. Most az első alkalom nagyon érdekes volt, mert ő is figyelte, hogy ebbe a programba, hogy illeszkednek bele az egyes emberek, és hát nyilvánvalóan elmondta a tanácsait, mi természetesen megfogadtuk a tanácsait, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy év alatt számomra is pozitív megdöbbenéssel óriásit fejlődött a program, mm. és még tavaly ha amikor eljött hozzánk, akkor látszódott, hogy, hogy, hogy igen, igen, foglalkozik vele, de a mostani lelkesedése az lenyűgöző volt. Tehát mindenkivel különbeszélgetett, mindenkivel leült, a végén egyébként egy komoly riportot is készített az itt levő tapasztalataival, miken kellene még változtatni. Tehát, tehát elképesztő, hogy az aktivitása többszörösére nőtt a tavalyi évhez képest. Dénes kutatásban is részt vesz egy kutatja, nem tudom, hogy konkrétan melyik részét. A, a mentorai mennyire engedik a tűz közelében, mennyire érdemi munkát tud végezni? Én azt mondhatom, hogy ez a nagy szerencsém van, azt gondolom, mert ö, az nagyjából az első naptól kezdve a legközelebbről figyelhettem az eseményeket, és én is szerves részét képezhettem a folyamatoknak. Pont a héten volt egyébként, hogy a laboratóriumot rám bízták egész éjszakára, és benne kellett maradnom, hogy mérést folytatni. Úgyhogy nekem is úgy gondolom, hogy adnak elég szerepet. Ez azért elég erős motiváció, nem, hogyha az ember érdemi munkát tud végezni. Mindenképpen. És azt gondolom, hogy többet is kell adnom, de többet is fogok kapni. Hát reméljük, hogy mindenki sokat fog kapni, és sokat is adnak. Köszönjük, hogy a vendégeink voltak.